Sziasztok, a mai videóban ezt a nagyon könnyen elkészíthető zombis minket fogom elkészíteni nektek, úgyhogy, hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Legelőször lealapoztam az arcomat, és nagyjából eltüntettem a bőrhibáimat, de az se baj, hogyha nem alapozzátok le az arcotokat, mert végül is tök mindegy. Az első szín, amit használtam, az egy kék matt szín, és ezt fölvittem kb. Az egész szemgödrömbe. Ezután egy lilás rózsaszínes színt vittem föl, a következő szín pedig egy lilás kék, amit ugyanoda vittem föl. Ezután következik egy fekete szemceruza, amit én, mivel nem volt nagyon kenhető és satírozható az állaga, ezért felmelegítettem öngyújtóval, és ezt a fekete színt jól eldolgoztam. Ezután vittem föl még kéket, lilát, amíg elégedett nem voltam vele kb. Addig vittem fel ezt a három színt. A lilából tettem egy keveset a számra is, illetve a kékből is. Ezután egy matt fekete színnel kontúroztam az arcomat, felvittem az orrom két oldalára, az arccsontomra, felvittem a homlokomra is, az államra, illetve a matt fekete színből vittem még fel a szememre is, illetve a szemem alá, hogy ilyen beesett legyen, így beesettnek tűnjön. Ezután, mivel nekem nem volt piros szemhéjpúderem, és nem is tudtam beszerezni sehol, ezért egy piros rúst használtam. Ezt is a szemgödrömbe vittem föl, ahogy láthatjátok, és vittem föl egy kicsit a számra is. Ezután fogtam a fekete szemceruzát, és kifestettem az alsó vízvonalamat, és mivel olyan hatást akartam, mintha nagyon el lenne kenődve ott minden, meg nagyon fekete lenne, meg ilyesmi, ezért vizet cseppentettem a szemembe. Ezután fogom a művéremet, aminek a receptjét itt megtaláljátok a képernyőn. Ezt először egy összegyűrt zsepivel fölvittem a szám két oldalára, és ilyen tök random módon elkezdtem ilyen lefolyó vér darabokat, vagy nem is tudom miket csinálni a számhoz. Ezután a papírzsepivel vittem fel egy keveset a homlokomra, az arccsontomra, az orrom alá, tehát ilyen teljesen random helyekre. A hajamat feltupíroztam, de nem a szokásos módon, hanem hát látjátok, hogy hogyan. És ezáltal ilyen nagyon kócos, nagyon hát szétesett lettem. És ennyi is lett volna ez a smink, remélem tetszett nektek, és elkészítitek. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!